Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Ültes az utókornak. Civil fásítási akciót indítottak útnak a fürdővárosban. A felnőtt kor küszöbén. Szombaton 107 erkeles diákra tűzték fel a szalagot. Összetartó közösség. 7 osztálytanulói készülnek új kihívásokra a Göndöcsben. Pótselejtezőn a Lila iskola. Országos döntőbe juthatnak a gyulai diákok a játékos sportversenyben. Határsértő Kunágotánál. A rendőrök 2 román embercsempészt is elfogtak. Bárki részt vehet a gyulai fásítási programban. A pénteki sajtótájékoztatón arról esett szó, hogy várják a csatlakozókat, akik akár egy-egy fa megvásárlásával is tehetnek a város zöldebbé válásáért. Ez a nap híre. Ültess az utókornak! Ezzel a mottóval indul Gyulán fásítási program, jelentette be Alt Norbert alpolgármester és Tic Ádám vállalkozó a Csabai úton megtartott sajtótájékoztatón. Előbbi elmondta, Gyulán számos olyan ötlet megvalósult már, melyet civilek kezdeményeztek. Tavaly decemberben éppen Tic Ádám vállalta fel, hogy a kissé Kopár Bem téren saját költségből 160 ezer forintot áldoz arra, hogy 30 fát ültessenek ki. Ezek kőris, hárs és juharfák voltak. A fásítás viszont nem ér itt véget, hiszen most már bárki csatlakozhat ehhez. Ebből az ötletből, hogy megszületett ugye ez decemberben, ez tovább lett fejlesztve, több tárgyalásnak lett az eredménye az, hogy most itt vagyunk. Egy összefogásnak, így a civilekkel, önkormányzat, stb. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy lesznek követőink, akár egy fával, bárki ide besétálhat a Boglárka kertészetbe és megvesz egy fát, és onnantól neki nincs is gondja, hiszen az a fajta fa arra a helyre fog kerülni, ahova azt szánják, illetve meg van határozva a városrendezési tervben. A sajtótájékoztatón a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület is képviseltette magát. Ferenci István, a szervezet titkára emlékeztetett. Már a 90-es évek végén csatlakoztak a Békessugárúti fasor megújításához, és minden évben vállalnak olyan feladatokat, melyek a környezetvédelmét szolgálják. Hallottuk, hogy indul egy ilyen akció a lakosság részére, mert ugye ezt szakemberek fogják majd elültetni, de úgy gondoltuk mi, hogy magán jellegű vállalkozás vagy feladatot is vállalhatunk, de maga a Városszépítő Egyesület is megkeresi annak a lehetőségét és a módját, hogy minél több facsemetét meg tudjunk vásárolni, ahhoz, hogy a város területén minél több olyan zöld felület legyen, ami tényleg az utókor számára biztosítja majd a kellemes, hogy így mondjam, levegő biztosítását. A tapasztalatok szerint később az ősszel kiültetett fák bizonyulnak a leginkább életképesnek, de a kezdeményezéshez bármikor lehet csatlakozni, a program folyamatos, a kiültetést pedig szakszerűen végzik. Szombaton az Erkel Ferenc Gimnázium 107 végzős tanulójának tűzték fel az iskolai évek végét jelképező szalagot. A művelődési központban 4 osztálydiákjai érkeztek el a nagy pillanathoz, a felnőtt kor küszöbéhez. Az Erkel Ferenc Gimnázium énekkarának műsorával vette kezdetét a szalagavató ünnepség szombaton a művelődési központban. A végzős tanulókkal kiegészült Perlaki Attila vezette kar, többek között Demjén Ferenc Kell még egy szó című művét adta elő a 4 osztály 107, akkor még szalagtűzésre váró diákjának. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében Lev Tolsztoj gondolatait idézve kívánt boldog és eredményes életet a maturanduszoknak. Az embernek ahhoz, hogy boldog legyen, 2 dolgot kell tennie. Először hinnie kell, hogy van az életének értelme. Másodszor meg kell találnia, hogy mi az. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok, a tanulmányoknak ez is a célja. Találjuk meg, hogy mi az élet értelme. Hiszen boldogsághoz vezető út egyik fontos része az, hogy az ember megtalálja az alkotó tevékenységnek, az alkotó munkának a mibenlétét. Megtalálja azt az életcélt,
amelyet az életnek ebben a szférájában fog megvalósítani. Bittó Eszter, az iskolai diák önkormányzat vezetője beszédében a szallag jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ez a szallag nem csak egy masni, ami megmutatja, hogy végzősök vagyunk. Ez annál sokkal több. Arra figyelmeztet, hogy az életünk egy fordulóponthoz ért, ahol nehéz döntéseket kell meghoznunk és fel kell nőnünk. A szalagavató minden végzős számára ünnep, mérföldkő a céljaik eléréséhez vezető úton. Az intézmény a tudás mellett életre szóló barátságokat adott, fejtette ki Nagy Ádám. 11-ben felvettem a testnevelés fakultációt, meg a németet, és azzal próbálok gazdálkodni, és a jövőbeli tervem az, hogy Szentendrére megyek az Altiszti Akadémiára, és hát reméljük fel is vesznek, és rendben lesz minden. Élményekkel például nagyon sok barátom lett, nagyon sok ismerősöm. Az Edün 9-ben részt vettem, mint szervező, és szerintem egy nagyon jó esemény. Először Zámori Ida igazgatóra tűztek szalagot, végül mind a 107 tanuló mellkasára felkerült az iskolai évek végét jelző szimbólum. A felsőoktatásban a következő tanévben lép érvénybe az a változtatás, hogy minimum egy emelt érettségi vizsga szükséges a felvétel elnyeréséhez, emlékeztetett Zámori Ida igazgató. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kulcsszó a mai napon az idő, hiszen végérvényesen figyelmeztet majd bennünket ez a szalag arra, hogy hamarosan véget fog érni, de hogy mi is fog véget érni. Talán most jön az intézményünk életében az a korszak, amikor a diákjaink meg tudják mutatni azt, hogy amit mi adtunk nekik tudásként, abból ők mit fognak tudni visszatükrözni. Elsősorban az érettségén, de azt gondolom, hogy nagyon jó mutatókkal indulunk ennek neki. Számos nyelvvizsga és egyéb többletpontok fogják megkönnyíteni a diákjaink életét a felsőoktatási intézményben való továbbtanulásban is. A következő hónapokban újabb kihívás az érettségi vizsga vár a fiatalokra. Összetartó közösség alakult ki a Göndöcs Benedek középiskolában, hangzott el az intézmény pénteki szalagavatóján. Az eseményen 7 osztály 125 diákjára tűzték fel a szalagot. 7 osztály 125 göndöcsös diákjára tűzték fel a szalagot péntek délután. Idén egy gimnáziumi, két szakgimnáziumi, két szakközépiskolai, valamint két érettségi utáni szakgimnáziumi osztály végzett. Életünk egy fordulóponthoz közeledik, amin csak mások segítségével jutatunk át sikeresen. A diákok elmondása szerint az intézményt összetartó közösség jellemzi. Megfelelően felkészítenek a szakmai vizsgákra, ugyanúgy, mint az érettségire. Tényleg a tanórákkal is teljes mértékben meg vagyok elégedve, az összes tanár kiadja a maximumot magából. Én nagyon örülök, hogy ide ezt az iskolát választottam. Kovács Péter plébános az eseményen kiemelte. Fontos időpontban rendezték meg a szalagavatót, hiszen január 31-e Don Bosco halálának évfordulója. Hozzátette, Bosco Szent Jánosnak három jelmondata volt. Játék, ima, munka. Ez a három szó volt az, amely az ő lelki útját, lelki vezetését fémjelzi. Hát a játékból már kinőttetek, kedves diákok, viszont megad az ima és a munka. Hiszen az Isten való kapcsolat az előhozza az emberből azokat a jó képességeket, amit az Isten belé oltott. És a hozzá kapcsolódó munka pedig az emberek számára világossá teszi, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk mi keresztény emberek, kit hordozunk és kit képviselünk. Alt Norbert alpolgármester az ünnepségen hangsúlyozta, jobban kezdünk el emlékezni mindazokra a történetekre, amelyek gyermekkorunkban történtek velünk, mint azokra, melyek az elmúlt napokban kísérték életünket. Az elmúlt évek meghatározóak voltak a további életetek szempontjából, később sokszor fognak bevillanni azoknak az eseményeknek az emlékei, amelyeket közösen átéltetek, és sokszor jelentenek majd olyan támpontokat és iránymutatásokat is, amelyeket lehet, hogy most még másképpen láttok, de később jöttök rá az elmúlt évek történésének jelentőségére. A végzős diákok több szakon tanultak az évek során. Többek között sporttagozat, rendészet, informatika, vendéglátás, szakács, cukrász, valamint pincér. Most elég sok vizsga előtt állunk, mert újabban bevezették a mellékszakképesítésnek, és érettsége van, és hétfőn kezdődik ennek már az írásbeliek meg kedden, hónap végén pedig februárban, hónap végén pedig a gyakorlati és az elméleti vizsgák,
Utána pedig már ugye szintvizsga, érettségi, szakmai vizsga, és ami nagy feladatunk lesz július 1-én, úgy szakképzési törvény lép életbe, és ezt fogjuk csinálni, mivel a mi iskolának ugye ez a profilja. A szalagtűzést követően a diákok műsorával folytatódott az esemény. Pótselejtezőt érő helyezést ért el a Lila iskola csapata a Diák Olimpiai Játékos Sportverseny országos elődöntőjében. A Gyulán rendezett eseményen összesen 6 iskola sportolói mérték összetudásukat, és küzdöttek meg az országos döntőben való részvételért. Gyulán rendezték meg a Diák Olimpiai Játékos Sportverseny országos elődöntőjét. A Magyar Diáksport Szövetség a tehetséggondozás, a sporttevékenységek és sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése céljával hirdeti meg immár 33. alkalommal az ország valamennyi közép- és általános iskoláiban a Diákolimpiát. A versenyrendszerben minden olyan tanuló jogosult részt venni, aki az adott tanévben bármelyik magyarországi köznevelési intézménybe beiratkozott. A mai napon a Játékos Sportverseny Diákolimpia országos elődöntőt rendezzük. Most ebben a tanévben mi kerültünk sorra, Békés megye ad otthont ennek a rendezvénynek, 6 csapat részvételével, egynapos verseny, innen a továbbjutó csapat országos döntőbe, illetve országos pótselejtezőbe kerül. Az elmúlt napokban megrendezett országos elődöntőn összesen 6 csapat mérte összetudását. Érkeztek versenyzők Békésről, Miskolcról, Kisvárdáról, valamint Hajdúszoboszlóról. Városunkat az 5-ös számú általános iskola növendékei képviselték, akik az első feladatot elsőként teljesítették. A diákoknak 20 ügyességi feladatból kellett felkészülniük, ebből pedig a kisorsolt 10-et teljesíteni az elődöntőn. Az idő a legfontosabb, hiszen ezeket a feladatokat úgy kell végrehajtani, hogy minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb hibával. A hibák azok olyan szinten kerülnek büntetésre, hogy idő jóváírással, tehát plusz másodperceket lehet gyűjteni egy-egy hibával, ami természetesen befolyásolhatja a végeredményt. Az országos döntőt március végén rendezik meg, melyre az elődöntő első helyzetje automatikusan eljut, a Lila iskola csapata pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért. Két román állampolgárságú férfit tartóztattak fel a rendőrök hétfő reggel Kunágota külterületén. Ők afgán, pakisztáni és iráni határsértőket akartak átvinni Magyarországon. Az egyik román férfi személygépkocsival közlekedett egy ponyvás kis teherautó előtt, amivel a társa ment utána. A járműveket a rendőrei megállították és átkutatták. A kis teherautó rakterében 14 külföldi férfi rejtőzködött. 10 afgánnak, 2 pakisztáni, 2 pedig iráni állampolgárnak vallották magukat, de egyikük sem tudta hitelt érdemlően igazolni a személy azonosságát és azt, hogy jogszerűen tartózkodik Magyarországon. A nyomozás eddigi adatai szerint Békés megyében illegálisan lépték át az államhatárt, majd a határ közelében beszálltak a román férfi kis teherautójába. Intenzív, fejlődő időszakot él a hazai, egyben a Békés megyei mezőgazdaság. Rövid hírek következnek. Átfogó értékelést adott a Békés megyei agrárium 2019-es évéről a péntek délelőtti Békés Csabai sajtótájékoztatón Kulcsár László. A megyei agrárkamara vezetője emlékeztetett, jelentős aszállyal indult a tavalyi év, majd április közepétől májustól rengeteg csapadék érkezett. Az időjárás szélsőségei ellenére a térség mezőgazdasága elmondása szerint intenzív, fejlődő időszakát éli. A vártnál ugyan valamivel kevesebb búza termett, a kukoricára és a napraforgóra viszont nem lehet panasz. Érezhetően emelkedett az élősertés felvásárlási ára is. Az eseményen Takács Árpád kormány megbízott eredményesnek nevezte a kormányhivatal és az agrárkamara együttműködését, melynek alapjait még 2017-ben fektették le. Takács Árpád hangsúlyozta, a források lehívásában és felhasználásában kiválóan vizsgázott az agrárkamara és a kormányhivatal. Az automatizálás, digitalizáció és robotizáció lehetnek 2020 munkaerőpiacának hívó szavai.
véli a profession.hu HR vezetője az utóbbi évben végzett felmérések alapján. A cégek fokozni szeretnék hatékonyságukat, így az ezt a folyamatot elősegítő munkaerő iránt komoly érdeklődésre van kilátás. A továbbra is fennálló munkaerőhiány olyan trendek erősödését is hozhatja, mint a nyitás az atipikus foglalkoztatási formák felé. A munkaerőállomány feltöltése továbbra is nagy kihívás Békés megyében is. Az idei év másik jellemző változása a részmunkaidő vagy távmunka jellegű foglalkoztatási formák. A munkaerőhiány tekintetében a következő hónapokban sem várható változás, így szinte megkerülhetetlen, hogy a cégek munkaerő gondjaik enyhítése érdekében ezeket a megoldásokat is figyelembe vegyék. A trend felényítás elsősorban a nagyvállalati kör részéről lehet erősebb. Informatikus, mérnök, adatelemző és mellettük olyan más munkaerő iránt erősödhet leginkább a kereslet az év folyamán a versenyszférában, amelyek segítik vagy felgyorsítják a vállalatok automatizálási folyamatát. Összesen 7 millió forintból újul meg a Törökzugi óvoda, valamint a Mágócsi úti óvoda játszó udvara, jelentették be a napokban megtartott sajtótájékoztatón. Az elnyert pályázati összegből 6 millió 150 ezer forint áll rendelkezésre a Törökzugi óvodának, a Mágócsi útinak pedig 850 ezer forint. Ott már több játszóeszköz alatt is gumitéglaborítás található. Törökzugban gumitéglaborításra cserélik a játékok alatti homokágyakat. Az eseményen elhangzott. Az óvoda udvara ugyanolyan nevelési szintér, mint az óvoda épülete felszereltsége. A Törökzugi óvoda udvara jelenleg is biztonságos. Minden szabálynak megfelelnek az ott elhelyezkedő játékok. A mostani homokágy ugyanolyan elfogadott, mintha gumitéglaborítás lenne. Az ott dolgozók megfigyelték, hogy a homok a nyári melegben hamar kiszárad. Nehéz eltalálni azt a nedvességi pontot, amikor még sármentesen lehet használni a területet. A gumitéglának számtalan előnye van az óvoda udvarán. A korábbi óvoda felújítási pályázatok elsősorban energetikai jellegűek voltak. Játszó udvarok fejlesztésére más forrást kellett találni. A munkálatok várhatóan márciusban kezdődnek el, és várhatóan a nevelési év kezdetéig, augusztus 31-ig fejeződnek be. Nemrég Budapesten díjazták a 2018-2019-es tanév diákolimpiai versenyeinek legaktívabb iskoláit. Az Erkel Ferenc Gimnázium a középiskolák között a harmadik legaktívabb intézménynek bizonyult. Az erkelesek évek óta rengeteg versenyszámban indulnak, de a legnépszerűbbnek mondható sportágak mellett olyanokban is részt vesznek, melyeket kevesebben űznek. A pedagógusok sikeres ösztönző, lelkesítő munkáját mutatja, hogy az adott intézményi létszámhoz képest milyen arányban vesznek részt a diákok a versenyeken. Ezt a motiváló tevékenységet ismeri el a legaktívabb iskoladíj. Zámori Ida igazgató szerint ez a siker sok összetevőnek köszönhető. Elmondása szerint a gyerekektől a szülőkön át egészen a sportegyesületekig és a tankerületig ér a sor. Az erkeles diákok ezekben a hetekben is készülnek a következő versenyekre, így ha nem is az a fő cél, hogy jövőre újra begyűjtsék ezt az elismerést, az idei siker motivációt jelenthet a következő időszakra nézve. Az erdei füles bagoly hazánk legismertebb és a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja. 2019-ben internetes lakossági szavazáson három választható madárfajra lehetett szavazni. Az uráli bagolyra, az erdei füles bagolyra, valamint a füles kubikra. A legtöbb szavazatot végül az erdei füles bagoly kapta, így ez a faj lett az idei év madara. Ebből a madárból számos példány megtalálható Gyulán is. A bagoly ragadozó életmódot folytató faj, fő táplálékát kisrágcsálók képzik. A magyarországi köpetvizsgálatok alapján leggyakrabban mezei pockot, illetve házi egeret fog. Eddig itt a csónakázótóban én még csak az eredeti színű tőkés tércékkel találkoztam, és most így megörültem, hogy na akkor most már Gyulának is van egy szép fehér háziasodás útjára lépett kacsája. Ritkaságnak számít a tőkés tércék között az, hogyha fehér színűvel találkozunk. Egy példány a gyulai csónakázótónál is megtalálható. Boldog Gusztáv elmondta, ha etetni szeretnénk a kacsákat, akkor ne romló eledelt adjunk nekik. Lehet ez szemes termék, kukorica, valamint találhatók speciális kacsa eleségek azokon a helyeken, ahol gyakran előfordulnak. A különböző édességek egyáltalán nem tartoznak a bevásárlólisták kötelező dolgai közé. A széles választék ma már lehetővé teszi, hogy a finomságok között minőségibb termékek közül is válogathatunk. Egy finom csokoládéra kevesen tudnak nemet mondani. Ön tudja-e, mennyit költ édességre? Hát nem olyan sokat.
Akkor annyira nem édes szájú. Nem igazán. Azért gondolom vannak kedvencek, csokoládék például? Természetesen. Én általában az ilyen marcipános édességeket szeretem. De akkor nem kell határt szabni, szóval nem vásárol sok édességet belőle. Nem igazán sokat. Unoka édes szájú? Unoka édes szájú. Ő édes szájú, igen. De akkor ön nem igazán vesz sok édességet magának. Inkább gyümölcsöt. Mennyit költünk édességre? Te többet költesz? Hát... Gyerek az édes szájúbb? Én is az vagyok, de... Ilyen 5-6 ezer forint biztos. De... Inkább tőle 10. A mezei pocokkal szembeni előírásszerű védekezés fontosságát hangsúlyozza a szakhatóság. Lapszemle következik. Újra időszerű a mezei pocok elleni védekezés. Fontos, hogy a védekezés minden esetben előírásszerűen történjen. Hívta fel a figyelmet a NÉBIH. Ellenkező esetben ugyanis a művelet jelentős kárt okozhat a természeti környezetben, veszélyeztetheti hazánk ragadozó madárállományát. Megelőznék a kiégést. Külhoni pedagógusok vettek részt a szegedi tréningen, írta a Magyar Kurír. A résztvevők rátekinthettek hivatásuk gyakorlásának körülményeire, kapcsolatrendszerükre, mind arra, ami erővel tölti el őket, vagy éppen energiát von el tőlük. Román bált szerveztek Mékeréken. A település önkormányzata és a helyi román nemzetiségi önkormányzat szervezésében létrejött eseményen a táncé és a zenéjé volt a főszerep, írta a Beol. A rendezvényen fellépett a Nyisztor György hagyományőrző néptánc együttes, illetve tipikus mékeréki dallamok, énekek csendültek fel. Ikrekkel kezdődött az ellési szezon. Megszülettek az első cigályabárányok a kardoskúti sóstói állattartó telepen, írta a kmnp.hu. A cigályáknál meglehetősen gyakori az ikerellés, az esetek 30-40%-ában nem egy, hanem mindjárt két apróság jön világra. Kedden még marad a meleg, csapadékos idő, de szerdától már lehűlésre kell számítanunk. A hét második felében újra fagyosak lehetnek a hajnalok. Kedden hideg front érkezik, sokfelé esővel, záporral. A hőmérséklet az éjszakai plusz 7 fokról, kora délutánra 10 fokig emelkedik. Szerdán viharos szélre, elszórt záporokra van kilátás, de délután már kisüt a nap is. A hőmérséklet plusz 2 és plusz 6 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ültes az utókornak. Civil fásítási akciót indítottak útnak a fürdővárosban. A felnőtt kor küszöbén. Szombaton 107 erkeles diákra tűzték fel a szalagot. Összetartó közösség. 7 osztálytanulói készülnek új kihívásokra a Göndöcsben. Pótselejtezőn a Lila iskola. Országos döntőbe juthatnak a gyulai diákok a játékos sportversenyben. Határsértő Kunágotánál. A rendőrök 2 román embercsempészt is elfogtak. Ez volt a Gyula TV híradója, most a Spiritus következik, majd a legutóbbi testületi ülésről közvetítünk felvételről. Jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!